egy-két videót megnézünk. Srácok, itt olyan dolgok történtek Pécsen, bazzeg, hogy ez halálos. Tényleg a Mentzer odament a Magyar Péterhez azért, hogy felpofozza őt a Magyar Péter. Az volt a terve szerintem, hogy majd biztos elszállott egy pofon, de sajnos nem sikerült. Vége van, kicsi! Vége van, kicsi! Hogy lehet ilyet mondani amúgy? Volt valami köztük régen, vagy miért hívja kicsinek, vagy kicsim? Júj, Borka, mi a f*** csinálsz? Minden fölborul. Mi a f***? Mekkora reklám van itt az RTL-en? Túl késő hajat mosni. Targeted ads. Most lehet tényleg túl késő hajat mosni. Az eneba.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehetsz. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom! Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Egy helyettes államtitkár, az országos szociális és gyermekvédelmi főigazgató és az igazgató együtt lépett ki péntek reggel a Bicskei gyermekotthon kapuján. Magyar Pétert várták, aki tegnap jelentette be, hogy abban az intézményben folytatja országjárását, amelyben az országot megrázó pedofil botrány történt. Magyar Pétert a belügyminisztérium államtitkára a múlt héten minden gyermekvédelmi intézményből kitiltotta, miután a Miskolci gyermekotthon egyik vizes blokkjáról ezeket a felvételeket hozta nyilvánosságra. Higiénikus! Magyar Péter a gyermekvédelmi főigazgatót arról is kérdezte, hogy igaz-e, hogy újabb pedofil bűncselekmény miatt májusban kirúgtak a Bicskei intézményből egy dolgozót. Cséplőné Gönczi Veronika elismerte, hogy van folyamatban egy eljárás, erre hivatkozva pedig nem adott bővebb tájékoztatást. Ezután Magyar Péter több olyan levelet is felolvasott a főigazgatónak, amit gyermekvédelmi dolgozóktól kapott. Persze, hát akik ott dolgoznak, azok úgyis kilíkelik, tök mindegy. Azoknak még inkább elhiszem, akik ott dolgoznak, mint annak, aki csak mondja, hogy hát nem mehetsz be, mert minden rendben van. Akkor miért nem mehetsz be, hogyha minden rendben van? Van-e M1-es propaganda már róla? Úristen, ne csinálsz, friss még? De először nézzük meg azt, hogy mi is történt valójában, aztán utána azt, hogy mit mondanak az M1-en. Vége van, kicsi. Köszönjük szépen. Vége van, 2 kiló krumpli. Vége van, kicsi. Vége van. Ez egy súlyos állapot, államtitkár úr, de a fogmosás még mindig javaslom. Jó, köszönjük van, szépen. Kicsi. Azt mondja, jó, be volt baszva. Két államtitkár is velünk van, Mentzer Tamás államtitkár. Jó reggelt, államtitkár úr. Na, márra meg a kezem. Elnézést kérek, ön gyermekvédelmi szakember. Már úgy ment oda, hogy ilyen kocsmai stílusba. De ez tipikusan az, amikor a legbebaszottabb ember oda megy hozzád a kocsmába kötekedni a semmiért. Titkár, jó reggelt, államtitkár úr. Na, márra meg a... Már ahogy lépett, majdnem pofára esett amúgy az öreg. Hozzád jöttem. Magyar... Tudod, miért jöttem? Tudod, mert szeretnék néhány dolgot megbeszélni. Vártam már ezt a találkozást nagyon. Eddig láttam, hogy tudod, ne, rám figyelj, ketten vagyunk, csak itt te meg én, senki más nem tud neked segíteni. Láttam, hogy a nőkkel Péter... hogy beszéltél, ezért jöttem ide, hogy végre egy férfival is találkozzál, Mentzer Tamás, egy férfival. A Fidesz politikai kommunikációs igazgatója, volt sportriporter. Te pedig már reszkedsz. Hogy beszéltél a hölgyekkel? Hogy beszéltél a nőkkel? Most próbálkozz egy férfival, lássuk. Tisztelt Magyar Honfitársaim, egy gyermekvédelmi szakemberekhez jöttünk. Beszéljünk a gyermekvédelemről. Te beszélsz a gyermekvédelemről, te, aki a saját feleségedet megtámadtad. A saját... Megtámadta? Arra nem tudtam, haló. Gondolom ez igaz. Feleségedet, a saját gyerekeidet és a saját családodat. Saját gyerekeit megtámadta. Ez nem rágalmazás, így ebben a formában amúgy. Itt, elnézést, veled itt három a saját éve... fiad nem áll három... szóba, mert elárultad a gyermek... családodat. Itt... Én soha nem árulnám el a családomat. Nem, hát nem. Fidesz, imádom a Fideszt. Ez a családja, gondolom, arra gondol ez alatt. És soha nem árulnám el a fiamat. De elárultad a gyerekeidet, és elárultad a családodat, kicsi. Ragyogón süt a nap, Már reszketsz, kicsi. Éjszikrázik a fél. Mi ez egy kicsi? Miért hívja úgy, hogy kicsi? Már reszketsz, kicsi. Mit gondolom úgy, hogy ez nem szánalmas? Ki küldte oda őt? Nem is értem, geci. Sportriporter volt az öreg, azt nem milyen sportokat riportált ő? Vagy ezt hogy kell mondani? Focit. Ja, jó, persze. Legnagyobb bócot beáldozzák egy pofonért. Hát igen, a provokáció.
Ezért mondja, én kandikamerás pranknek érződik, igen, egy kicsit, és akkor mindjárt lehúzza valaki azért, lehúzza valaki a állarcot is, lehúzza is, lejön a bőre a menszernek, és ott lesz alatta valaki más, mondjuk a Gyurcsány. Hogy jön ön ahhoz, államtitkárról, hogy az én a gyerekeimről beszéljem? Ne te véd meg, a gyerekeket kell tőled itt megvédeni. Itt üvöltözik egy olyan otthon előtt, ahol 3 éves gyerekek vannak államtitkárról. Tőled megvédeni, moson fogad, a nőket, mert tiszta rühes a szája államtitkárról. Hát még esetleg mutassák meg az államtitkár úr száját közelről. De és tényleg ez nagyjából az a kategória, még oda megy valaki, azt mondja, lehúzza a nadrágját, meg ilyenek. Tehát ez ilyen iskolai bullying szinten van. Tehát itt mozog a magyar politika. Ezen a szinten tartunk, srácok. Kommunikációs igazgató, by the way. És még szagolhatod egy darabig. Fordulod a kamerához. Még szagolhatod egy darabig, ugyanis arról is beszélhetünk, a szája, hogy te egy hazug gazember vagy. 43 államtitkár. Mint egy süttyót a nyakánál fogva dobta ki a diszkóból, kicsi. Amikor az a kidobó... Hívjunk rendőrt, legyenek szívesek, hogy elvigyék az államtitkárat, mert nem tudni sem. Amikor a kidobó kollega olyan erotikusan átölelt a nyakadat, kicsi. Egy gyermek otthonnál vagyunk. Államtitkár vagy gyermek otthonnál vagy. Mindjárt kap egy pofont a Petitől, azt mondja, hogy nem fájt, köszönöm, a lekvártam. Úgy nagyjából, tényleg. Ugyanis telenézel mindenkit. Együtt mi is váltunk a Ferences templom államtitkáról. Nem szégyeli magát ez az ember. Te beszélsz szeretetről. Még egy kidobó ember. Te beszélsz békéről, te minden... Úgy tényleg, ez egy valóságshow. Minecraft szervereket csinálnak a politikusaink, részegen üvöltöznek egymással. Vége van, kicsi! Kit lenézel, te megtámadtad a saját családodat. Van nálunk a fogát kell nézni, mert mi más nézni, hogyha az, amit mond, érvénytelen g***i. Mi más tudna mondani neki? Itt amúgy streamben nem fejtettem ki bővebben a véleményemet, de Magyar Péternek a viselkedése sem volt teljesen megfelelő, viszont egy ilyen pressziós szituációban, amikor nagy a nyomás, amit nyomnak rád, akkor nehéz jól cselekedni. Tehát nekem is azért felfordul a gyomrom ettől, mert tényleg ilyeneket konkrétan egy általános iskolában lehet látni, amikor gyerekek bántják egymást akár szavakkal, akár tettekkel, és ez szörnyű, és rossz ezt látni, hogy a politika ilyen szinten van, meg hogy ezek felnőtt emberek, ezek olyan emberek, akik döntéseket hoznak felettünk. Természetesen a Magyar Péter reagáltott volna jobban, lehetett volna higgadtabb, szerintem az lett volna konkrétan a legjobb, hogyha nem is mond semmit. De ennek nyilvánvalóan a provokáció volt a célja, és az, hogy kihozzák Pétert a sodrából, és ez valamilyen szinten sikerült is, de szerintem ez inkább félre sikerült, és ez megint csak a Fidesz ellen fog szólni. Vagyis a népet inkább az ellen hangolja, mert ez nyilván a Fidesznek a műve volt, és Metszer Tamás valószínűleg nem magától ment oda, vagy hogyha igen, akkor nagyon-nagyon durva delúziókban él. Hát, ja, álomvilág. És mindezek mellett még egy Weber csicska is, vagy csak, hogy ilyet is mondjuk. Csicska, ilyet mond! Kommunikációért felelős államtitkár. Ilyet mond, hogy csicska! Ilyen szavakat megenged magának. Ezek után minimum lenne, hogy lemondasz. Orbán Viktor államtitkára. Mi van veled, Orbán Viktor államtitkára. Szeretnénk bemenni ide, ahol azt mondja, beszeretne minket engedni. Politikailag pedig egy lufi. Szégyen, ez siralmas. Vagy amit éppen most szúrunk ki. Önök kellene semmi. Politikailag egy lufi vagy, amit éppen most szúrunk ki, hát barátom. Itt ezt a lufit kiszúrtad, de szerintem nem a Magyar Péter lufia lett most itt ezzel kiszúrva amúgy. Ezzel megint csak a Fidesznek a szintjét húzták sokkal lejjebb, mint ami eddig volt. Amikor már azt hinni, hogy nincs lejjebb, akkor mégis van. Én szívesen beszélek, hogyha ezt a pitbullt elviszik. A... Bede Zsolt Simonám vagy. Igen, egy bukacs sportriporter. Én nem vagyok ideges. Ma végképp lejárattad az a saját kormányod. Egy keresztény. Én nem vagyok egy keresztény. Családbarát. Mutassák meg, hogy itt remeg. Így remegek. Jaj, de félek. És akkor mi vagy, ha remeg amúgy? Lehet, hogy fázik. Hát ki a f***t érdekel, remeg vagy nem? Mit remegsz? Mit remegsz? Ez tipikusan az, hogy amikor már csak provokálni akarnak valamivel. Ez semmi több. Ez a kategória, hogy hogy nézel ki meg, mit ugatsz? Problémád van? Na, üssünk egyet! Hol élünk? Tényleg, ez mi? Mi ez a beef? Te tetted a gyerekeidet és a családodat magának? A magyar belpolitika táblájára, amikor lehallgattad a feleséget. Én őszintén csodálom Metszer Tamást, abba tudja hagyni? Köszönjük, ezt akartam önnek elmondani. Köszönjük szépen, viszontlátásra mehetsz vissza Rogán Antalhoz. A krumpli ott a kocsiba is kiveheted, jó? Vége van, kicsi. Köszönjük szépen. Két kiló krumpli. Vége van, kicsi. Vége van. Ez egy súlyos állapot. Ez tényleg súlyos állapot, mondja, amikor már csak saját magát ismétli. Ezt hogy mondjátok már meg, hát tényleg tutibe van b***va. Csabi! Ez megint az a kategória amúgy. Köszönjük szépen. Mi a baj, fél?
Hát... Mi a baj? Nereszkes kicsi. Köszönjük szépen, Menzer Tamásnak, most már haza lehet takarodni. Köszönjük szépen, viszont lehetes kicsi. Kornél távolabbra, és mutasd az államtitkár úr száját közben. Neve, adták a nevüket. És végig gondoltam azt, hogy mit fogunk mi mondani a következő generációnak, mit teszünk, ha többre jutunk, urak, higgyék kicsi. El. A miniszterelnöknek azt mondja, hogy kicsi a 168 centéval, mindenki nem. Nem a termeted miatt mondom, de miért habzik a szája? Nem a termeted miatt mondom, hogy kicsi. Miért habzik a szája? Mert aki a sportból jön, az mindenki tudja. A kollégádnak szóljál, és akkor tudunk beszélni. De a politikában... Azt szeretném kérdezni... De miért sportoltam úgy, vagy miért szója, aki a sportból jön, az mindenki tudja. Nem értettem, mert belebeszéltek. Miért mondja azt, hogy kicsi, erre rá kéne jönnünk amúgy? Amikor még spanok voltak, akkor lehet, hogy így hívták egymást. Ki tudja amúgy? Amúgy elméletileg az újakat hívják a sportban kicsinek, ezt közben már megtudtam. Viszont ebben a szituációban ez nagyon-nagyon nem így hangzik, és inkább csak egy ilyen lekicsinlő szó, ami degradálja a másikat, annak érdekében, hogy formálni tudják a közvéleményt. Meg főleg annak érdekében, hogy presszionálni tudják a Magyar Pétert ezzel, és provokálják, meg idegesítsék. Kérd meg a kollégáidat, hogy álljanak el a kamerák előtt. Értem, hogy zavar. Pontosan te, a habzó szájad egyáltalán nem zavar. Szánalmas van. Szerintem már ma minden világos. Igen? Valami van. Igen, nem nyitja ki a száját, nem tud kell. Adom, hogy ilyen közelről kamerázzák, tök jó. Milyen nyelven beszélsz, hogy külügyi államtitkár voltál? Mint Budai Gyula, aki még magyarul se tud. Nem remeg a szám. Én élvezem, hogy itt vagy, megmutattad az országnak, hogy milyen ember vagy. A gyerekeket tőled kell megvédeni. Szóval az rendben van, hogy kettő. Szóljon már a kollégájának, hogy beszélgetünk egymással a sajtó előtt. Soha senkinek nem segítettél, és soha senkinek nem is fogsz. Ön örökre leírta magát. Ma van vége van. Maga karrierének ma vége van. A saját főnöke fogja saját fáros lebakni. Igen. Ez nem méltatlan, hogy ilyen ember itt? Aki lehallgattad a feleségedet? Na menjél innen! Ők azok, akik folyamatosan lehallgatják az embert. Hát konkrétan megint arról volt szó, hogy hangfelvételek vannak, azt ilyeneket mond a hangfelvétel a Magyar Péter, és az emberek szája büdös. Hát ennyit tudtak összeszedni róla, bazd meg. Azon a hangfelvételen, amit fölvette a feleségét, a gyermekei anyját, úristen, de rossz dolog, hogy felvette, azon az van, hogy a Rogán Antal bejár az ügyészségre kiszedni neveket az aktákból, baszod. Az bűncselekmény konkrétan. Bizonyítja azt, hogy bűncselekmény történt. Országos szinten, rendszer szintű problémák vannak. Tehát miről beszélünk? Hallgattok le engem, a diktafont? És pénzt fizettem. Kezeddel takartad le, jó, betetted egy újság alá? Férfinak soha érezted magad? Soha nem használtam diktafon, szia. Telefonnal hallgattad szia. Le? Férfinak szia. Érezted magad, amikor azon a felvételen az van, hogy a ti miniszteretek bemegy az ügyészségre, szerintem senki. Férfinak érezted magad, amikor lehallgattad a feleségedet? Senki nem segít rajta. Két hónapban, vagy az elmúlt segíteni. Két hét. Rajtad kéne segíteni. Picit menj már hátén, mert szeretnénk beszélni, jó? Ne üljél már az arcomban, menjél már innen, jó? Viszontlátásra, köszönjük szépen. Gyermekvédelem. Az garázdaság, amit csinálsz. A gyerek, ne haragudjon, ez egy garázdaság, amit az ön kollégája itt a gyermekvédelmi otthon előtt csinál. Ez garázdaság, ez Magyarországon szabálysértés. Államtitkár úr, arra válaszolni, hogy garázdaságot követel a saját... Akkor még egyszer elmondom, itt Menzer Tamás garázdaságot követett el egy gyermek otthon előtt. Ha lenne Magyarországon független rendőrség, akkor itt lenne, és elvinnék, mert tettenérés esetén el kell vinni. Garázdaság. Ha valaki kirívóan, közösségellenes magatartást biztosít, üvöltözik, lögdösödik, egy gyermek, beszélhetünk erről, az ön kollégája itt hagyta, hogy üvöltözzön, ahol 3 éves gyerekek alszanak a földön. Aludtak. Viszlát. Jó fogmosást! Nem jutott be az a gyermek otthonban. Nézd meg, hogy adták ezt le a kormány propagandába, vagy médiába, bocsánat. Botrányba fulladt Magyar Péter pécsi akciója az egyik gyermek otthon előtt. A Tisza elnöke a tőle megszokott stílusban követelőzött, fenyegetőzött és másokat sértegetett. Hiába ígérte meg többször is, hogy meghallgatja az őt fogadó államtitkárt, végül mindig belevágott a szavába. Az esemény végén pedig kiderült, Magyar Péter azt sem tudta pontosan, milyen típusú intézmény előtt van. Mi? Hogy beszéltél a hölgyekkel? Hogy beszéltél a nőkkel? Most próbálkozz egy férfival. Menzer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szembesítette Magyar Pétert azzal, hogy egy politikai showműsorhoz használja a gyermekvédelem ügyét. Miért ez nem egy politikai showműsor, amit most a Menzer Tamás csináltott amúgy? A politikus többször jelezte a Tisza párt elnökének, hogy egy olyan embertől, aki a saját családját, feleségét, gyermekeit megtámadta, lehallgatta, attól a gyerekeket és a nőket is meg kell védeni. De hát a Fidesz is ugyanezt használja most a Magyar Péter ellen. Az exével konkrétan lepaktáltak, vagy már akkor, amikor együtt voltak, hogy csináljon hangfelvételeket. Konkrétan lakásban, most jelenleg lakhatást kapott a csaj egy fideszes fickótól.
ez el lett ismerve, akkor miért kapott lakhatást? Ha már jóban vannak, hát csak segíteni akart neki, a persze. Igen, a Verdán György, igen. Vertán Györgynél lakik. Akkor az hogy lehetséges? Gondolom, az is csak ilyen random dolog. Egybefutnak a dolgok, a szálak. Teljesen véletlenül. Beszéljünk a gyermekvédelemről. Te beszélsz a gyermekvédelemről, te, aki a saját feleségedet megtámadta. A saját feleségedet. Lesz belevágva egyetlen egy értelmes mondata is amúgy a Magyar Péternek, vajon? Mindjárt lehalkítják. Ahogy elkezd beszélni, lehalkítják. Figyeld meg. És mondani fogja a riporter a magáit. Mindjárt mondja a nő. Lencser Tamás így tett kedden is, amikor Fülöp Attila így lenne ötösem a lotton, hallod? Toskodás politikáért felelős államtitkárral azt próbálták megértetni Magyar Péterrel, hogy a Tisza párt akciója árt a gyerekeknek. Ez nem titok, de ez a gyermekeknek a lakóhelye. Tehát ez pont olyan, mintha fognál valaki, és önhöz becsönget délután 6-kor, hogy akkor jöttem ide, és körbenézek, és megnézem, hol a cipő, és hol jöttök. Ne csinálják ezt a gyerek otthonkat. Fülöp Attila Magyar Péter minden kérdésére válaszolt, a Tisza párt elnöke azonban Szemlé Tamást csak a saját véleményét ismételgette. 1200 pszichológus dolgozik. Lehet a Károly gyermek otthonban lehet azt mondani, hogy több erőforrás kellene, ebben maximálisan egyet fogunk érteni. Se én miért szüntették meg az otthont, nem én volt szakember államtitkár úr. Az Ormánság, Magyarország legszegényebb települése. Rengeteg olyan történik, most már hagyd mondjak én is, a legszegényebb régiója az Ormánság Magyarország. Magyar Péter érvek helyett egy ponton lögdösődni kezdett. A Tisza párt elnöke egy dobozzal a kezében arrébb lökte Menczer Tamást. Picit megy már hátré, mert szeretném beszélni. Ne lögdös! Hoppá! Már fel is használták ellene, látod? Csak odébb lökte, mert benne volt a büdös szája az arcába. Amúgy külön érdekességnek tartom, hogy először bevágták, hogy találkozik a Menczerrel, és akkor a Menczer ott ugat. Utána ott volt az, hogy beszélgetnek, értelmesen vitáznak. És azt mondják, hogy érvek helyett kezdett el lögdösödni egy ponton Magyar Péter. Tehát ez az egész úgy lett megvágva, hogy úgy tűnjön egy laikus öregembernek, aki mondjuk azt se tudja, hogy mi a neve ezeknek az embereknek a tévében, hogy Magyar Péter azért lökte meg ezt az embert, mert nem tudott érvelni. Pedig ez nem így történt, és nem is azt az embert lökte meg, csak így lett megvágva. Egy annyira manipulatív, unnorító vágási technikát használnak, hogy hányni tudnék ezektől. És aki ehhez asszisztál, szintén nem értem amúgy, mert tudom, hogy rengeteg pénz, de miért? Miért nem lehet az csak, hogy mindenki föláll, és ott hagyja a munkahelyét? De ez így ebben a formában nyilván nagyon bután hangzik, mert ezt nem csinálnák meg az emberek. Sajnos, pedig lehet, hogy többre mennénk vele, csak hát nyilván valamiben meg kell élni. Le van fizetve a híradó? Hát ez egy elég egyértelmű volt amúgy. Ez emegyen, ez fog lemenni. Péter közben végig azt állította, hogy szakmai szempontok alapján akar tárgyalni a gyermekvédelemről. Csak hogy azt sem tudta pontosan, hogy milyen típusú intézményről beszél. Nincs külön, ez egy 12 éves lakóotthon. Nem lakóotthon, ez a lényeg. Jó, nem ez a lényeg, nem ez a lényeg. Magyar Péter végül Fülöp Attilától. Úristen, rosszul mondta, lakóotthont mondott gyermekotthon helyett. Mekkora idióta! Azt a kurva. Tudta meg azt is, hogy milyen típusú gyermekvédelmi intézményről akar szakmai vitát folytatni. Azt a kurva, hát ez így ment le hírekbe, ez hihetetlen. Számít a pontos jogi megnevezése, igen, persze. Ez szörnyű volt, ez mint hogy Family Guy-t néztem volna, de még az is jobb ennél. Nem is értem, hogy ez hogy lehetséges. Itt élünk. Hogyha szeretnél nevetni egyet, akkor javaslom, hogy nézd meg a Telexen a videót, vagy akár a Magyar Péternek a Facebook oldalán a teljes adást, mert ez amúgy élőben ment. Én nem akartam belevágni az egészet, mert valószínűleg már úgyis láttátok máshol, mivel most nem azonnal vágtam meg a streamből a videót. De ja, ha tetszett, akkor iratkozz fel, lájkolj, amúgy nem is tudom, miért mondom ezeket, most nem is szoktam ilyet csinálni, szóval ja, csá. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.